Mit fogunk ma megkóstolni? Nagyon-nagyon régi ételt fog nekünk megmutatni, különleges vacsorát fog nekünk készíteni. Honnan származik ez a recept? Hogy találtad ki? Elkészült ez a finom étel. Jó ételt hozzá! Éva néni, ez a női szeszély, amit most sütni fogunk, ez elég gyakori sütemény, ez sokan sokféleképpen igen. Sütik. Ebben most mi lesz a különlegesség? Hát, hogy különleges-e, azt nem tudom, de én ezt anyósomtól kaptam, ezt a receptet, vagy 30 évvel ezelőtt, és ennek alapján ezt már fejből tudom a hozzávalókat, úgyhogy ezt szoktam csinálni Szilvával, Lekvárral, annak idején csak Lekvárral, azóta már én alakítottam rajta, Szilvával nyáron szoktam nagyon finom fahéjas cukorral megszórni, és úgy a habot a tetejére, és hát most ezzel az eperrel. Hát most az epernek van ugye a szezonja, ilyenkor érdemes ezeket használni. Mi kell hozzá? Hát 40 deka liszt, 4 tojás sárgája, 14 deka zsír, és 3 deka élesztő felfuttatva egy pici sóval, cukorral, és ezt kell összedolgozni, és utána tepsibe bele nyomkodni, 1 óra hosszáig kell neki állni. Utána, amikor már majdnem megsült, addigra föl kell verni a tojásfehérjét 20 deka cukorral, gőz fölött, és akkor rásimítani, addig visszatenni a sütőbe, amíg egy kicsit rózsaszín lesz a habteteje, és kész. Ez az egész a nagy sütemény. Tetszik emlékezni arra, hogy mikor sütött életében először süteményt? Hány éves korában? Hát, én elég korán férjhez mentem. 19 évesen, úgyhogy én onnantól kezdve majd, hogy nem sütögettem, hát persze kisebb, nagyobb sikerrel, de hát úgy aztán belejön az ember, ha egy kicsit odafigyel, mert csak azt kell nézni, hogy úgy csinálja az ember, ahogy elő van írva. Hát a tejet egy kicsit megmelegítettem, és tettem bele egy pici sót, pici cukrot, és most akkor belemorzsolom az élesztőt. Most, ha ezt meg kell, akkor beletesszük a lisztbe a 14 deka zsírt. A 4 tojás sárgáját beletesszük, és megvárjuk, amíg az élesztő felfut, és akkor azzal együtt összegyúrjuk. Beleöntjük a felfuttatott élesztőt, és utána összegyúrjuk, hogy egy rugalmas tésztát kapjunk. Elkezdem gyúrni a tésztát, és mikor jó ki van dolgozva, akkor bele kell tenni a tepsibe, meg kell kelni, 1 óra hosszáig kell neki pihenni. Na, az összedolgozott tésztát beteszem a tepsibe, és egyenletes arányba szétnyomkodom. Ezt egy óráig le fogom takarni konyharuhával, és 1 óráig kell neki pihenni. Utána tesszük majd rá az epret. Megkelt a tésztánk, összevágjuk az epret, és egyenletesen rászórjuk, és betesszük a sütőbe, ahol a 25-30 perc alatt fog megsülni. Közben elkészítjük rá a gőz fölött a tojás habot. Beletesszük a tojás fehérjét, beletesszük a kimért cukrot, és ezt gőz fölött felforraljuk. Megsült a tészta, a fölvert habot szép egyenletesen rákenjük. Visszatesszük a sütőbe, hogy a hab egy kicsit megbarnuljon. Elkészült a sütemény, jó étvágyat kívánok hozzá!